Szerdán érkeztek meg a Munkácsi festmények a Nyíregyházi Józsa András Múzeumba. Munkácsi Mihály nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is a legismertebb magyar festőművész. Számos olyan neves alkotás fűződik a nevéhez, amelyeket mindenki ismer. Ilyen például a Golgota vagy a Sirató asszonyok a Keresztfánál. Munkácsi abban is különleges, hogy már saját korában is elismert volt. Amíg Párizsban már élete során is magas összegekért árult a képeit, Van Gogh például egy festményét sem tudta értékesíteni, amíg élt. A Munkácsi 50 című tárlat Nyíregyháza történetének egyik legjelentősebb kiállítása lesz. A tárlat értéke több milliárd forint. 150 éves a Józsa András Múzeum, és úgy gondoljuk, hogy a 150 év alatt a Szeúzó kincse kiállítása után a legjelentősebb kiállítás lesz ez a Munkácsi kiállítás. A Szeúzó kincseket csak 3 hétig tekintettük meg, lehetett megtekinteni, az alatt közel 22 000 ember nézte meg ezt a kiállítást. Munkácsi kiállítás, Munkácsi 50 címmel, 50 festményt mutatunk be a neves magyar kiváló festő alkotásaiból. 3 hónapon keresztül tudjuk bemutatni, június 23-án a múzeumok éjszakáján nyílik meg a kiállítás, és egészen október 14-ig lehet megtekinteni. A Pák Imre magyar-amerikai műgyűjtő kollekciójából készült Munkácsi tárlatot először 2005-ben láthatta a közönség. Akkor indult vándor útjára Budapestről. A Nyíregyházi lesz a 40. helyszín, összesen már több mint 2 millió látogatót vonzott az ország különböző pontjain. A Nyíregyházi kiállítást a múzeumok éjszakáján először 30 képpel nyitják meg, majd augusztus 20-ára érkezik még 20 kép Szentpéterváról a Józsa András Múzeumba. Én mindenképpen javaslom, hogy mind a két fajta kiállítás, mind a két időpontban tekintsék meg minél többen, hiszen az Ermitásból visszaérő festményeket, azoknak egy részét be fogjuk installálni a jelenlegi kiállításba, tehát aki most megnézi, az egy kiállítást fog látni, és amikor az Ermitásból visszaérkeznek a festmények, akkor egy másik kiállítást fog látni, más sorrendet fog látni a festményekben. A Józsa András Múzeumban az első 30 festményt 1000 forintos belépődíjért tekinthetik meg a látogatók. Aki ezt a jegyet megőrzi, mindössze 500 forintért láthatja a teljes tárlatot augusztus 20-a után. Azok az érdeklődők, akik pedig a tárlatot egészében akarják megnézni augusztus 20-a után, ők 1500 forintért tekinthetik meg. A tárlat Nyíregyházára érkezését az önkormányzaton túl a Bige Holding Kft. Is támogatja.